Sziasztok, Wiser vagyok, és ez a Colin McRae Rally lesz, amint elindítom itt a játékot. Na. Legyen itt egy sima rally. Egy játékos, Impreza, Új-Zéland, folytassuk. Adjunk meg egy nevet neki. Legyen ennyi összesen. Most tölt. Hello fény. Itt ez első Colin McRae rally van. Az volt a kihívás, hogy itt főleg expert szinten nagyon elvárta a játékostól, hogy beállítsad rendesen a kocsidat. A vezetőiskolában, vagy radiskolában, ugye, amiben az első részben van, a másodikban nincs, nem tudom miért. Ott is külön értékelést kaptál arra, hogy hogyan állítottad be a Verdát. Hogyha szarul állítottad be, akkor lehet, hogy azon múlt az, hogy átmentél-e, vagy sem. Megnézzük itt a pályákat. Eshet. Hát, akkor mi legyen? Maradjunk a száraz gumin, függesztés az marad. Legyen hátsó fékre nagyobb erő eloszlás irányítva, aminek köszönhetően az autó túlkormányzottá válhat a kanyarokban. Na. Úgy EPS-ük szemulátort használnak, azért néz ki szebben a játék. Ezt egyelőre elmondom. Nem gyakoroltam erre a videóra, ezt egyelőre elmondom, szóval nincsen az, hogy játszottam a felvételet, semmi. Látszik is, kapásból második vagyok. De igyekszem. Igyekszem legalább harmadik lenni ezen a pályán. Hoppá. Lepicsasztom a kerítést. Ez a kanyar megtévesztett. Ha! Egyre jobban lemaradok. Nem vágjuk le a kanyart, mert ez egy kurvára belassít, nem vágjuk le a kanyart, és már is zárkozok fölfelé. Hoho, csoda. Én az én formám, pont akkor pörtülök meg, amikor átveszem a vezetést. Nice. Nem hagyom ennyiben. I won't give up! Viszont ne vágjam le. Dehogy nem levágom. Jaj, amúgy az van, hogy minél nagyobb számot mond, annál nehezebb a kanyar. 5 másodpercre meglépett Colin McRae a többiektől. Baszeg, azért az... Az nem mindegy, de így is második lesz, ezért ez csúnya lesz. Legalább 3 másodperccel be kéne hozni a lemaradást, annak örülnék. Mondom 3 másodperc alá be kéne hozni a lemaradást. Na mindjárt itt a következő időmérő szektor. Szerintem 4,96-ra leszek. Elbasztom, több lesz az. Lol. Nem megy ez, na gyakorolni kell erre a játékra. Legalább bevallom. Bevallalja? Igen vagy nem? Igen.
így leszek második. Ne! Látjátok, elszóltam, mint ahogy általában mindig. Harmadik lettem, jéééé! Na, a barkóssalos mindenedet, második pálya. Hát, itt nem adok magamnak sok esélyt arra, hogy bármiféle sikeres eredményem legyen. De megpróbáljuk. Számokat kell megszoknom, hogy nekem a 5 right, ez azt jelenti, hogy 5-ös sebességgel veszem, de ez a kettőben van. Szóval itt pont fordítva kell gondolkodni, vissza kell szoknom rá. Úgy a fenébe vagyok, ennek elnére hatodik. Na hát így, ne is várjunk sokat. Én mondjuk beismerem, hogy a kettővel sokkal többet játszottam mindig is, mint az első résszel. Mert rohadt indonéz rallyt ki nem állhattam. Soha nem ment nekem az indonéz rally. Egyszerűen ott. Akkora oló isuk fekjátójel volt. Na jó, azért nyolcadikak ne legyünk. Nem akarok a leglassabb VRC lenni. A 8 VRC van velem együtt. És 8 kitkár. 9.-10. helyen ott már kitkárok vannak. Hagytuk a nyar. Itt nem szabad levágni soha. Semmit. Nem szabad. Úton maradsz. Így nagybetűkkel úton kell maradni. Amúgy most megfigyeltem, hogy a Codemasters ugyanezt az autóhangot használta fel a Tokovet Touring Cars-ban is. Ugyanezt. Wow. Na nézzük. Mi? Hát de... jó. Elfogadjuk. Ötödik hely. Eddig. Nem, 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 de. Ohohohoho. Na. És én mindig ötödik vagyok. Hát jó, mondjuk ez az első rally, nem csoda, hogy könnyebb a játék az elején. Valószínűleg kell tudom levágni. Talán a negyedik helyet azért el kéne érni. Egy túl kormányzott volt a kocsi. Egy utoléri DR-t, aki... Hú, 98-es azonnal kell gondolkodni, akkor DR... Nem DDR Oriol, mert ez DA. Ki a franc volt itt DR? Ford Escortos volt. Nem jut eszembe, bassza meg. Hogyan vagyok második? Már megint? Micsoda? What? Pedig ez a szektor nem volt jó, és miért akadozik az játék? Nem értem. Pedig 640-480-ban rögzítem. Na, mindegy. Mondjuk még nem olyan X-es motorszint. Ó, éles hajtű kanyar. Akkor itt, ó, hirtelen fal mellett vettem a kanyart. 9 másodperc a maradás. 7. Hogy a fenébe lettem már megint második? 15 másodperccel vagyok maradva. Ó, mégis kamu neveket használtok. Ho-ho-ho-ho. C-Soja, Carlos Sainz, D-Ruelle az. Cancunen, Ekusen az McKinnon, Thompson az Burns, és így tovább. Akkor javítunk. Meg a pályákat azért nézzük meg. Hmm.
kockáztassak. Kockáztassunk. Akkor visszaálltam a féket. Egyszer élünk, do or die. Hogyha nem jön össze, akkor négy pály után I give up, és befejezem a videót. Hát én majd meglátjuk, hogy mire jutok. Ez áll besős gumi. Látjuk, hogy mire megyek ezzel. Hát igen, itt sem szabad kicsúszni nagyon. Büntető játék érte, legalább. Jutalmazza a jó vezetést. Lassabban megyek a kelleténél, és azért mehetnék gyorsabban is. Mi van? Nem dőlök be neked. Tudod, hogy a következő kanyarban elbaszom valahogy. Inkább csak arra koncentrálnék, hogy menjen, kész. Nem arra, hogy hanyadik vagyok. Nem bízzuk el. Aha, persze. Még mit meg? Igen, mert nem szabad ezt csinálni. És nem szabad arra lefordulni, mert az ott egy zsák utca. Az első részben is voltak ilyenek. True narrow gate. Na, akkor itt van egy szektor. Ilyen nyílt pályás részről emlékszem? Nem, ennyi volt. Mindig vezetek. Csoda. Na, és ezzel szerintem ennyi is volt. Látjátok? Ezért nem beszélek inkább. Na várjunk akkor. Hogyan is van itt tovább? Próbálok visszaemlékezni erre, hogy mik voltak, de nem teszem be semmi. Nem. Szivárvány, Summer over the rainbow, Duck TV műsor. Későn fékeztem. Na, itt akkor direkt lassabban jövök kifelé. Falnak mentem. Igen, ennek a játéknak tényleg jót tett a Rally School mód, mert meg kell tanulni ebben a játékban vezetni. Kettőben annyira nem volt erre szükség. Mi van? Nem volt erre szükség, de az első rész az nehéz. Ezt így be kell is venni, nehéz. Így kezdőként tényleg az. Igen, kezdőnek itt fáj magamat. Van valami problémád vele? Hát, miért? Jól megy? Nem megy jól. Már 14 perc megy ez a videó, hihetetlen többnek éreztem. Nem baj. 6. Hogyan van nekem 4 másodperc előnyöm? Á, nem találok szavakat. Hogy igen, vannak itt tapakok. És akkor mi van? Régéző játék. Szóval, hogyan tudok én ennyi előnnyel vezetni? Levágtam ezt a kanyart. Mi van? What the fuck? Nem már, most már csak 8 másodperc, 43 század másodpercre. Nem 9-re. Mindegy, 10 másodpercre belül zárkóztam. És itt tudod, hogy nem fog esni. Five
Érdekes, kijavítják a kaszni hibákat. Kitörtem a lámpát, és egy pár között ki van javítva. Érdekes. Nem vágom le, jó van. Kedves Nicky Grist, aki a Mit Fárez szerepét tölti be, vagy ő volt az egyik híresebb navigátor a Colinnak, másik Derek Ranger, vagy Ringier, nem tudom, valami Derek R volt, nem tudom már pontosan a nevét. Vele szerezte meg azt hiszem az első világbajnoki címét 95-ben a Subaru Impreza VRC-vel. Szegény Colin 2007-ben meghalt egy helikopter balesetben, Isten nyugosztalja. Pedig volt még benne jó pár év. Ez... letagadhatatlan. Ezt viszonylag könnyedén megúsztuk. Fal. Próbálok nagyon óvatosan vezetni itt. Nem vágom le. Próbálom igazából a második helyet megtartani. Eddig ment. Három másodperc. Hát mondjuk nem csoda, lassan vezetek eléggé. Késő adta ki ezt a kanyar kijelzést, de Istenem. Igen, kezdek visszaszokni azt, hogy a derékszög az általában hármas gangot jelent. Tehát és az meg kettest, úgy van. Mi a fene történt velem így hirtelen? Túl jól ment ez az előző egy szektor. A fene. Na, erről beszélek. Így már is helyén vagyunk. Punish me, my lord! Na, ha 3 másodpercre belül fog bejönni, akkor azt fogom mondani, hogy tyúk. Ezért mondom. 5,3 szekundum! De sokat sebződött a kocsi. Nézzük a pályákat. Maradok esős gumikon. Kockáztassunk. Na várjunk. Ötös pálya. Szerintem akkor már végigcsinálom ezt az ötös hatost is. És esik! Ahó! Jó gumit húztam. Ezért lehet látni, hogy itt a draw distance kicsit két kisebb, azért mert ködös a pálya. Ezért volt a Tony Hawk játékokban is köd. Ti el tudták magyarázni a kisebb road distance-et. Nem tudtok annyi teretet kirajzolni egyszerre. Technikai masszal nem menjünk bele. Szólt ez a kanyar, azt nem mindent. Hát ezt nem kellett volna. Three
Nem, nem pördülök meg. True Narrow Gate. Akkor itt a kapun át fogunk menni, mégpedig most. Na, hogy csak egy búcsút ennek a nagy előnynek. Gate. Kap. Kap. Mi van? Nem, hülyeség. True Narrow Gate. Nem megyünk neki a kapunak. Nem megyünk neki a kapunak. Hol a fenébe megyek? Össze-vissza vagdosom a pályát. Úgy vezetsz, mint egy kisgyerek. Bizony. Oké, ez egy vicc. Nem megyek neki a... De. Na, ezt akár neveztetnék első próbálkozásra Új-Zéland Rallynak. Ezt nagy bet... Akár egy címbe is beléhetnám, hogy fajjú. Ne vágom. Nem vágom le. Mint a szomszédokban. Tévét nézek. Nem nézek tévét. Na jó, ebből elég volt. Ideje. Time to get serious, motherfucker. Vegyük komolyan. Fuck. Oh, what the hell? Legalább egy kicsit közelítettem. 3 másodperc. Ez az, működött ez a beájulós módszer. Jobbra-balra behúzni. De az időn ez nem látszódott meg. But the future refused to change. Na jó, akkor most padlógázzal bejövök. És hoztam 100 másodpercet. Ez az. Ilyen második leszek hírneves csapattársam mögött. Subaru Team, VRC, S második hely. Ha csak itt akkorát nem bakizok, mint ide Makó. Üdvő, hogy itt is jönni fog majd ez a kérdés, hogy mikor játszott Chase Drew Express. Csak annyit tudok róla, hogy az inventory menüje az tisztára Resident Evil. Ennyi. Soha nem játszottam azon a játékkal, hogy őszinte legyek. De majd, hogyha még egyszer kérve lesz, akkor majd sort kerítek rá. Attól függ, hogy mikor lesz szilencium így reggel. Reggel tájt. Na, ezt szépen benéztük. Nem megyek fának, nem megyek fának. Na, arról beszélek, helyes. Insert elismerő bólogatás hír. Hello, I am Call of Duty Gamer 2099. I am now playing Call of Duty Ghosts on PlayStation 4. I am now having double XP weekend. Thank you, Activision and Infinity Ward, for this awesome game. Tényleg, mi a véleményetek a Call of Duty Ghosts-ról? Ugrás. Úristen, ugye 8 óra, miért néztem rá az órára az előbb? Miért kanyar előtt nézek rá az órára? Saját magamat lepem meg az ilyen hülyeségekkel. Nem baj, nem működök rendesen. Oda vissza fogunk jójózni. Megint az lesz, hogy átteszem az elsőjét. Hogy vettem be ezt a kanyart ilyen jól?
Kapu. Jaj, kapu. Na. Ez egy éles konyarka lesz, mégpedig kapunak neki mind. Egy van. Neki a kapunak, és plüpp. Megvan a jutalma. Elnyertem mint a büntetésemet. Már vannak jelei a nem kurva szarú, de csak szarú vezetés jeleinek. De ez még nem elég ahhoz, hogy győzzek. Mindjárt vége a rallinak. És örömmel leszek második! Mi van? Hogyan nyert? Jó. Ennyi lett akkor ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet. Tudós Sáska, sajtos kifejezés, Wolf Perec. Sziasztok!